A paleolitikum, vagy más néven pattintott kőkorszak az emberiség történetének leghosszabb időszaka. Ekkor még pattintással készítik kőeszközeiket. Most a paleolitikumból láthatunk különböző eszközöket. Mondjuk itt az első asztalon rekonstrukciók figyelhetőek meg. Úgy 1,4 millió évvel ezelőtt alakult ki a Homo erectus. A Homo erectus már tudatosan készített eszközöket, multifunkcionális eszközöket, csoportban vadászott, és olyan eszközöket készített, amivel vadászni is tudott. Itt ezeket láthatjuk, ezeket a rekonstrukciókat, illetve a levadászott állatoknak a húsát ezekkel az eszközökkel szépen fel is tudta dolgozni. A középső paleolitikumban a neandervölgyi ember uralta egész Európát. Ekkor már irányított vadászatot végez, nagy testű állatokat ejt el. Szépen kidolgozott, mindkét oldalán megmunkált, levél alakra emlékeztető kőeszközöket készít, ezeket foglalja bele fába és használja az élelemszerzéshez. Most már a Homo sapiens sapiens kifejlett embernek a kőeszközeit láthatjuk. Itt baloldalt felsőpaleolitikus kőeszközöket figyelhetünk meg. Ezek a kőeszközök már sokkal kifejlettebbek, kifinomultabbak, és itt már megjelenik a penge technológia is, tehát pengén készülnek az eszközöknek az egy része. Ekkor az ember már nem csak irányított vadászatot végez, hanem nagyobb csoportokban vadászik, komplex létfenntartó stratégiát alkalmaz. Már a paleolitikum végén megjelenik az íj és a nyíl. Itt a kőeszközöknek a nyersanyaga is változatos. Most már nem csak a helyi eredetű nyersanyagokat használják fel, hanem megjelennek helyidegen, távoli, extralokális nyersanyagok is. Azt láthatjuk, hogy vannak olyan házi eszközök, mint a magas vakaró, retusált pengék, hegyek, azokkal vadászhattak. A többi eszköz pedig általában a háztartásba alkalmazták, bőrfeldolgozásra, meg egyéb tevékenységekre. Pengevakarók láthatók, szilágvakarók, vésők, itt pedig a felsőpaleolitikus magkövek, pengemagkövek, amikről leválasztották a pengét, majd ezeken kialakították a különböző eszközeiket. Egy új korszak köszönt be, a mezolitikum. A vadászó gyűjtögető életmód halászattal egészül ki. Ez újfajta létfenntartó stratégiát kíván az akkori embertől. Olyan kisméretű, kis alakú eszközöket készít már, amelyeket általában belefoglal fába vagy csontba betétként. És akkor megjelenik már a szigony, ezek itt jobb oldalt rekonstrukciók. Nagyon kisméretű magkövekből készíti az ember a kőeszközeit. A következő korszak, a neolitikum, az új kőkor következik, csiszolt kőkorszaknak is nevezik, bár ez az elnevezés nem a leghelytállóbb, mert csiszolt kőeszközök már a paleolitikum végén is elterjednek, a neolitikumban válnak azonban igazán elterjedté, egy új életmód alakul ki, kialakul a termelőgazdálkodás, az állattenyésztés és a földművelés, és a vadászata és a gyűjtögetés ekkor már háttérbe szorul. Itt már nagyon változatos eszközkészletet figyelhetünk meg, többféle nyersanyagot felhasználnak, ugyanúgy pattintással készítik szerszámaikat, de már megjelennek a csiszolt kőeszközök. Kőbalták vannak, nyíljukas kőbalták, kaptafa alakú kőbalták, kővésők, viszont ezeknek a nyersanyaga, azt is megfigyelhetjük, hogy más, mint a pattintott kőeszközöké, mert azokat a kőbaltákat, amelyeket favágásra használtak, azok kemény, jól megmunkálható anyagból készültek, mint például a kovásodott bazalt, andezit, zöld pala,
metabázit és még számos egyéb nyersanyag. Viszont vannak olyan kőbalták is, mint például ez, amit nem favágásra használtak, hanem ez egy hatalmi szimbólum lehetett. Nagyon szerették egyébként ezeket a zöld színű baltákat. Ennek a baltának a nyersanyaga nefrit, de ezen kívül a jadeit, illetve a szerpentinit is más zöld színű nyersanyagok is különlegesnek számítottak, és voltak olyan csiszolt kőeszközök, amelyek nem olyan jó nyersanyagból készültek, ezeket csak betették a sírba. Nagyon szerették a neolitikumban az obszidiánból készült pattintott köveket, mert ezt a nyersanyagot nagyon szépen tudták pattintani. És már ami itt szembetűnő, ha megnézzük ezt a két magkövet, akkor már itt finomabb technikát alkalmaznak, nem közvetlen ütés, hanem közvetett ütést alkalmaznak a pengék leválasztásakor. Itt az utolsó kis részen négy nyílhegyet láthatunk. Ezek a nyílhegyek kőrészkoriak, ezek egy kicsit később készültek. Azt kell tudni a kőrészkorról, hogy a neolitikum után kezdődik, nálunk az 5. évezred közepétől ugye a 3. évezred elejéig tart. Ekkor már megjelennek a különböző fémek, de az eszközök többsége még kőből készül, ezért is hívjuk kőrészkornak. Az eszközök megmunkálásának első lépése az volt, amikor az ember darabolni kezdte a követ. Ennek a technikának a neve pattintás. Kerékgyártó Gyula 1996-ban kezdett el kísérleti régészettel foglalkozni, érdeklődési köre a kőkorok világa és használati tárgyai. Ami kőkori embereknek nyersanyag rendelkezésre állt, amiből ezeket a használati tárgyakat, pengéket, vésőket, egyebeket elkészítették, azok többnyire ilyen kovaféleségek voltak. Itt környezetemben jó néhány ilyen nyersanyag látható, amiből legtöbbet készítették az ilyen a Mátrából származó kovaféleség, ilyen hidrokvarcit, akkor radiolarit, ez egy ilyen szép, ilyen májszínű kovaféleség, kvarcporfil, ez is egy jó hasadó nyersanyag. Vannak ilyen homokkövek, amik szintén nagyon jó nyersanyag ezeknek az eszközöknek az elkészítésére. És van az obszidián, ami nagyon sok ember számára ez egy ilyen nagyon ilyen különleges kőzet, mely üvegszerű, ez a vulkáni üvegnek is hívják, és ez is egy csodálatos eszköz készítése alkalmas nyersanyag. És persze itt mellette vannak a ilyen folyami kavicsok, hidrokvarcitok, amik szintén kiválóan alkalmasak nyersanyagnak pattintásra. De ezekről, hogy leválasszunk szilánkokat, amiket itt láttok, ezekhez ütőkövek is kellenek. Jó néhány ütőkő itt mellettem sorakozik, mert éppen ezek ilyen folyami vízgörgetette hidrokvarcit, vagy ilyen homokkő, kovásodott homokkő kövek. Persze alkalmas volt erre, majd későbbiek során rájöttek, hogy finomabb ütésekre sokkal célszerűbb volt egy nagyon kemény fából, a somból, vagy ilyen buxusból, a törzséből kicsit legömbített véggel, ugyanilyen kemény ütéssel le tudtak választani szilánkokat, vagy természetesen az agancs jöhetett még szóba, és itt ez főleg az agancs rózsája, mert ez volt olyan kemény, persze ennek minél nagyobb a szarvas, annál nagyobb ez a rózsa, akár lehet egy ekkora is, mint ez az ütőfelület. Egy ilyen 60-70 fokos szögbe kell nekem egy nagy ütéssel, többnyire a szélétől egy pár milliméterre vagy egy centire. Ha bentebb ütöm, akkor nagyobb szilánk válik le, a kintebb ütöm, akkor kisebb. Ebből már lehet egy nagyon szép dárda egyet is készíteni. Thank you.
mindig elő kell készíteni egy kicsit a felületét, hogy minél biztosabban tudjon az ember leütni egy ilyen nagyobbacs vagy kisebbecske szilánkot. És valamikor rájön az ember, hogy ez a nyersanyag, amit összegyűjtött, az nem igazán jó. Tehát ilyen is van. Tehát amikor nem hasad végig az anyag, mert olyan zárványos szerkezete van, kisebb üregek, repedések, egyebek, nem teszik lehetővé, hogy végig szaladjon. Sokszor találni azért meg régészeti lelőhelyeken ilyen nagyobb darabokat, mert ők is rájöttek, hogy nem tudták hasznosítani. Az első sorba, itt ahogy a tenyerem van, itt hegyek láthatók, ez ilyen két oldalról megmunkált, úgymond olyan használati tárgyak. Középső részen ez ilyen felsőpajt hegyek vannak, ezek ilyen, úgymond ilyen tompított hátú hegyeknek hívják, mert hogy az egyik oldal ilyen nyomásos technikával ki van erősítve, hogy hatékonyabb legyen hegyként, hogyha behatol a húsba, ne törjön el. Mezolitikumban finomodnak az eszközök, ott már ilyen nagyon pici dolgokat is csinálnak, ezek ilyen betétként funkcionáltak. Voltak a vésők. A vésők azok az eszközök, amik úgy vannak kialakítva, mint maga a véső, tehát van egy ilyen vésőél, arra funkcionált, hogy csontokba, fába ilyen vájatokat véssenek, amiben utána ezeket a kis pengéket elhelyezzék. Ha olyan volt a hegykilakításuk, akkor ez a véső élkilakításuk, akkor fúrásra is alkalmasak voltak, tehát főleg a kisebbeket, ilyen kis hagylókat, ilyen dísztárgyakat, nyakba akasztható dísztárgyakat fúrtak ki belőlük. A vakarók meg azok a használati tárgyak, hogy ilyen ívesen ki van alakítva az egyik felülete vége az eszköznek, és ezeket a bőrök feldolgozásánál használták, a húsos, hájas részeket a nyersbőrről ezekkel távolították el. Természetesen ezek is belefoglalták fanyelekbe, és így hatékonyabbakká váltak. Itt láthatók azok a használati tárgyak, amik már fa meg csonnyélbe vannak belehelyezve. Itt például egy kés esetében is sokkal hatékonyabb volt, hogyha ezt a kova pengét egy ilyen fanyérbe belehelyezte, mert így akkor ugyanúgy, mint a mai kések, jobban funkcionáltak, mintha ezt csak kézbe fogva használta volna. Itt egyébként, itt az első sorban ilyen kések láthatók. Úgy is megoldhatták a késeket, hogy apró kis pengécskéket egy kis horonyba belehelyezték így egymás mellé, és akkor egy egyenes vonal mentén vágást tudtak biztosítani. A ragasztóanyag az első időszakban, amikor még az ember rájött, hogy vannak olyan növényi anyagok, amik gyantái ragasztóanyagként is funkcionálnak, ez volt a fenyőfa gyantája, ez volt az első ilyen ragasztóanyaguk, és arra is rájöttek, hogy egy kis faszinnel keverve a megolvasztott gyantát még egy erőteljesebb kötődést eredményezett. A kés mellett, vágás mellett a balta is funkcionált már a paleolitikum időszakában, ugyanis a szárnyék építéshez időnként ki kellett vágni olyan kisebb fákat, ami az elemeit képezték a szárnyékuknak. Úgy alakították ki az élét, mint a mai balták végül is. Az a vakaró kicsi felület, de így hatékonyabb, hogy beletettük egy fanyélbe, és így akkor a bőrt már jobban lehet húsolni. Voltak olyan nyílveszők, amin volt egy rés a végén, és éppen, hogy milyen állatra vadásztak, azokat a betéteket vették elő a kis szütyőjükbe, és azokat helyezték bele, hogy éppen madárra, kisvadra, nagyvadra. Megjelentek a sarlók is már az őskorkor vége fele, hogy vadnövényeket, ilyen egymás mellett sorakozó
pengékkel, amik ilyen eltérő szögbe rakták be ezekbe a fanyélbe, íves fanyélbe, tehát növényeket egyszerű volt levágni. Legkorábbi olyan eszközök voltak a sarlók, amik már bizonyítják, hogy az ember már a művelésnél már hatékonyabban tudta azokat a gabonanövényeket, egyebeket, amiket ebben táplálkozott, begyűjteni. Az újkőkor embere már megtermelte az élelmét, földet művelt és állatokat tenyésztett. Ehhez újfajta eszközökre volt szüksége. Homokkő csiszolólapon nedves homok hozzáadásával simára csiszolták a követ. Eleinte a baltákat rákötözték a nyélre, később azonban a jobb tartás érdekében átfúrták őket. A fúrás technikailag nem jelentett többet, mint a csiszolás, mindkét esetben a nedves homok dolgozott. Az íjakat, amikor még elkezdték csinálni, valószínűleg ők is úgy csinálták, hogy nagyon sok kis apró hajlékony vesszőt, ami itt pont itt van előttem is a mogyoróbokor, ennek a veszélyből összekötözve csináltak egy ilyen íjat, és ezáltal az az energia, ami benne van, az ugyanolyan jó volt, mintha egy botíjat használt volna az ember, és akkor ezt tulajdonképpen fel kell ajzani. Tehát gyakorlatilag a húrt rátesszük a megfelelő helyre, pozícionáljuk, és akkor megvan az íjunk. Volt egy másik íjtípus is, vélhetően, ami csak egy vaskosabb mogyoróág volt például ilyen esetben, és itt a középső tájékán ki volt erősítve egy ilyen kis hasonló vastagságú vesszővel, és volt, majd későbbiek során megjelenik a boti. A boti az viszont faragott, tehát egy ilyen karvastagságú fa gajból faragták ki aprólékosan, hogy ilyen szimmetrikusan mindkét oldalt az ívelése hasonló legyen. Tehát ez egészen a középkorig használták ezt a botíjat. Tűz feltalálásához gondolom az vezetett, amikor a villám belecsapott egy fába, vagy valamilyen ilyen száraz növényzet meggyulladt. Rájöttek arra, hogy valamilyen fa összedörzsölésével parázs képződik, és tüzet tudjanak gyújtani. Volt egy másik módszer is egyébként a tűzgyújtásra, hogyha sikerült pirítanyagot valahol, ez egy ásványos kőzet, ami vasat tartalmaz, és egy kovával ütögetve hőszikra képződik, ami velén a tüzet, a parazsat majd képezem, az egy fúróbot, ami tulajdonképpen ez egy ilyen keményebb bot, és van egy puhább, ami a tűz, a parázs ágya, amiben majd én forgatni fogom ezt a botocskát, és ahhoz, hogy én ezt a parazsat megkapjam, ezért képezek itt egy ilyen V-alakú bemélyedést, ahol majd a parázs gyakorlatilag ide, erre a kis falapkára fog összegyűlni. És akkor én ezt a parazsat fogom rátenni ennek a kis bolyhos fészekre, ami utána fújtogálva tüzet csihol. És még részese ennek a tűzgyújtásnak egy botocska, amin van egy bőr, megsodort bőr, és lesz egy megvezető
csigolya, amire ez pörögni fog ez a tűzfúróbot. A tűz megszelídítése volt az egyik fontos dolog, ami kiemelte az embert az állatvilágból.